Akkor szeretettel köszöntök mindenkit a nyitó rendezvényen. Bozsány Ilona vagyok, Kisdalekvárosi Önkormányzat Államvárosban az iparipart fejlesztésért felelős munkatárs, illetve a Kisdeleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Napjai Kártyának az ügyvezetője. Amint látjátok, a gazdaságfejlesztési irányban foglalkozom. Nagyon jó volt itt a sajtóközleményen én hallani, hogy a közel a megjelent cégeknek a 75%-a az ipari partunkban, mi pedig már kezdetet fogva vagy megjelentem, és a komplex pályázatban a Kubikus 1-2-1 és 1-2-3 keretében valamilyen eszközbeszerzés, csarnok építés, képzés, tanácsadást, vagy ezeknek a kombinációját megvalósítja nálunk és a településünk gazdasági értékeit és élénkítését megvalósítja. Szeretném egy kicsit összefoglalóan beszélni, mivel ipari partos cégekről beszélünk, jelen esetben egy kis telekem, hogy az ipari partok az elmúlt években hogy alakult, illetve hogy kezdődött ez az egész dolog, viszont nem szeretném még Júlire engedni, csak tényleg összefoglaló jellege nekünk, mert úgy beszámolok arról, hogy nálam mi is történt. Ugye polgármester úr 2004-ben volt az első gondolat az, hogy egy kicsit a városfejlesztésen túl kezdjünk el gazdaságfejlesztési irányt is képviselni. Ez azt jelentette, hogy egy ipari partos pályázatot nyújtottunk be. Ennek eredményeként 2005. decemberében megnyertünk egy pályázatot, ami alapján egy 33 hektár területi ipari park cím egységet tudott magának a város. Ennek az volt az alapja, hogy kellett 8 nyitóvállalkozás és minimum 10 hektár fejlesztési terület, ahova további vállalkozókat tudtunk fogadni. Most ez a 33 hektárunk az idők alatt továbbiakban kibővült még 33 hektárral. Ez azt jelenti, hogy most jelenleg az ipari parkunk 66 hektáron működik, és a 8 cégünkből 31 cég lett az idő alatt, amíg egyeértünk a 2022-es évre. Miből is állt ez a fejlesztés? Az alapipari parkunknak a 70%-a az egy zöldmezős terület volt, ahol többen tudjátok, aki viszont nem, tájékoztató jelleggel elmondom, hogy a sajtgyár is ugye az ipari parknak a része, és a régi vásártér terület volt az, ami a zöldmezős fejlesztéseknek adott teret, és a jelenlévő ipari parki vállalkozásoknak is a többsége, ahogy ott épített elsősorban csarnokot. Ugye a lóvásár, illetve egyéb állatvásár jelleggel működött ez a terület, egy gyönyörű szép földes út kanyarodott a közepén ennek a zöldmezős területnek, ami egészen a Szerviszt Institut telepig ér ki. Városi pályázat keretében, ami a 2007-14-es időszakot fedte le, mint gazdaságfejlesztés az első nagy etapot a település életében, akkor építettünk oda egy közel 1000 folyométer hosszú utat, ami egészen ugye a Marsai utat rákötje a Szentvíz telepre, és elkezdtük föltárni a területeket, vállalkozó telkeket kialakítani, és így lehetőség változunk mentén, hogy tovább a közműfejlesztéseket is végrehajtsunk. Ez az alapközműveket jelentette, víz, gáz, áram, közvilágítás fejlesztés történik meg. És ahogy ugye szépen kialakítottuk ezeket az alapinfrastruktúrákat, telek alakításokat, a vállalkozók is megjelentek, és ők már a következő etapban tudtak részt venni, ami a telephely fejlesztés célzó pályázatok voltak, ezek a 2009-10-es évben két pályázatok voltak, és elkezdtek a földből kinőni a teljesen új 6-800 négyzetméteres csarnokok. Ez körülbelül egy 12-14 új csarnokunk lett az ipari parkban. Ez azt jelenti, hogy további foglalkoztatást is van tenni maga után. Ezek kis és középvállalkozás jelleggel működő csarnokok, 2-10 fő foglalkoztatását teszik lehetővé. Az ipari parkunk jelenleg így áll, hogy területileg kinőttük már magunkat. Nem tervezünk nagy mértékű területi fejlesztést, mint város. Erre szolgál a városnak az autópálya felé vezető részén lévő gazdaságfejlesztési területek. Tervezünk meg különböző közműveknek a megvalósítását,
és egy horizontális jellegű, tehát egy minőségi fejlesztést tervezünk a 27-es évre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a Tudományos és Technológiai Parci pályázatra beadtuk az igényünket, mint önkormányzat, és ennek a keretében főleg a KFI, tehát kutatásfejlesztési és innovációs pályázatoknak az igénybe vételére nő meg a nagyobb esély, több pontot lehet kapni, egyéb pályázati forrásokhoz tudnak majd az ipariparban lévő vállalkozások hozzájutni. Nagyon szépen köszönöm, én szerettem volna összefoglalva az ipariparból mondani, és esetleg van kérdés, akkor majd az előadások végén majd visszatok is várom. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És várhatom szóval számot a szájáztat. Valdezite vagyok, az Eurosztriánsz Consulting Kft. Képviseletében érkeztem. Modernizációs fejlesztésekről fogok beszélni cégünknél. Előtte viszont egy pár szóval bemutatnám a cégünket. 1991-ben alakultunk is vállalkozásként, azzal a céllal, hogy a hazai felsőoktatást, illetve a kutatás fejlesztésekben előforduló, magasfokú igényeket szolgáló berendezésekkel tudjunk szolgálni. Ehhez járult hozzá, hogy a fő tevékenységünk végül is a vegyes termékkörű nagykereskedelem lett. Viszont a megválasztásokat, a berendezések megválasztásánál alapvető kritérium a magas színvonal és a magas színvonalú termék támogatás, ezért a másolás alatt egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység is segíti a tevékenységünket. Jelenleg egy saját tulajdonú irodát működtetünk Budapesten, illetve egy saját tulajdonú telephelyünk is működik Kisteleken, ahol jelenleg innovatív nanotechnológiákkal alapanyagok gyártása folyik, speciális alapanyagok, ezek ipari felhasználók számára. 2020-ban 1,5 milliárd forintot meghaladó árbevétellel működtünk, ami azt jelenti, hogy egy hosszú távú jól összerakott üzleti terv, és a jelenleg is 24 fő magasan képzett munkavállaló az, aki hozzájárult ehhez a magas árbevételhez. Misszióink közé tartozik, hogy jelentősen szeretnénk hozzájárulni a hazai kutatásfejlesztéshez, a laboratóriumi diagnosztika és az orvostudomány területein, melyre több cégcsoportunk segítkezik. A legmodernebb laboratóriumi berendezések forgalmazásával foglalkozunk, technológiai K+T támogatással és nanotechnológiai gyártási tevékenységet végzünk, és alkalmazott orvosdiagnosztika, kiemelten a genetika és a magzati diagnosztika területein működünk. Több jelentős országos projektben vettünk részt, demoszerviz, tesztlabor kialakításában vettünk részt a Kokinán, akkor több egyetemmel együttműködünk, a Pannon Egyetemmel, ahol elsősorban transzmissziós elektromikroszkópok, laborok kialakításában veszünk részt, illetve pásztázó elektromikroszkópoknak a telepítését végezzük, tulajdonképpen a mikro- és nanoméretű anyagmegmunkálásoknak a laboratóriumi körülmények közötti feladatait szolgáljuk ki. Ez mind kiterjedt szervizmunkára, gyakorlatilag a telepítéstől kezdve egészen addig, hogy a munkálatok zavartalanul működjenek. Kiváló partnereink között megemlítenénk a Thermo Fishert, gyakorlatilag ő az amerikai beszállító, több mikroszkóp forgalmazását végzik, illetve szoftverfejlesztésekben is együtt részt veszünk, gyakorlatilag az összes Amerikából érkező áru gyakorlatilag beszállítóként működik. A Damjanovics Sándor Sejtalan Inferenciálgatató Labor szintén különböző típusú lézerekkel működő, különböző számú és más frekvencián működő lézerekkel működő mikroszkópoknak a telepítését végezzük ezekkel a cégekkel. Illetve a laborüzletágat is megemlíteném, ahol a stabilitás kamerarendszerek kiépítését végezzük, mesterséges megtermékenyítési laborokat kialakításában veszünk részt, a Kaposi Mór Kórházat említeném itt. Illetve hűtéstechnikában is gyakorlatilag ilyen ultra és mély fagyasztó készülékeket értékesítünk, mint a Debreceni Richter és a Nemzeti Népegészségügyi Központ számára is.
Partnereink, társaink leváltak az innovációs pályázatainkban, új cégekben. Itt kettő céget említenék meg, a Novak Kft-t, amelyben legelőször 2007-ben az Euroscience értékesítette az ország egyik legnagyobb pásztázó mikroszkópját, a Boy Zoltán Intézetnek. A műszer alkalmazások kapcsán közös pályázaton vettünk részt nanotechnológiával a fertőzések ellenző címmel, és végül a pályázatot követően megalakult a Novak Kft. És az istenhegyi géndiagnosztikát említeném még meg, aki 2001-ben értékesítésre került a karbofilizáló kromoszómarendszerező rendszer az Országos Hematológiai Intézetben, és végül is a genetikai vizsgálatokra való kimagasló igény felismerésének köszönhetően az istenhegyi géndiagnosztikai centrum is megalakult, amely ma a hazánk egyik vezető diagnosztikai centrumává vált. Pár szót említenék az istenhegyi géndiagnosztika fejlődéséről. Tulajdonképpen, ahogy említettem, 2001-ben alakult. Elsősorban genetikai vizsgálatok lábdiagnosztikával kezdtünk el foglalkozni. A genetikai vizsgálatok, ez mind kiterjedt például örökletes betegségek, kromoszoma rendellenességeknek a vizsgálatára, hordozóság vizsgálatra, gyakorlatilag trombózis szűrése, emlő és fetefészek komplex vizsgálatokra, a lábdiagnosztika pedig amiatt vált fontossá, mert gyakorlatilag a hivatalosan regisztrált adatok szerint körülbelül 10-szer annyi friss megbetegedésről, fertőződésről beszélünk a Lyme-kór esetében, ami ugye a kullancsok által terjesztett, Borrelia baktériumok által terjesztett kórképet terjeszti, és mind a bőrgyógyászati, mind pedig mozgástár és idegrendszeri problémákat okozó betegséget okoznak. Jelenleg erre a betegségre nem létezik védőoltás, ezért egy egyénileg kiszabott tehát egy gyógyulási úton kell mindenkinek részt venni tulajdonképpen, és ezért fontos a maga a betegségnek a diagnosztizálása. 2003-ban prenatális szűrővizsgálatok bevezetése került, ezek mind jellemzően a várandóság alatti vizsgálatokra kiterjedt, illetve a meddőségi vizsgálatok is továbbfejlődtek. 2012-re pedig már a magyar terhesnők 9%-a az istenhegyi géndiagnosztikán valamilyen szűrővizsgálatát vette igénybe. Többféle teszttel rendelkezünk, nyilván a legelterjedtebb a kombinált teszt, amely már a 12 hetes magzati korban kiszűri a leggyakoribb kromoszoma rendellenességet. Amit fontos tudni ezekről a tesztekről, hogy ezek nem invazív vizsgálatok, ami azt jelenti, hogy az anyai vérből mutatják ki a magzati DLS-nek a kromoszoma rendellenességeit, és ezáltal nem veszélyezteti a magzatot. Illetve 2013-ban már meg is jelent a NIFTI magzati diagnosztikai teszt, az NIPT tesztekkel kapcsolatos edukációs munkával együtt pedig megkezdődtek a kutatások. Ez a tesztről annyit kell tudni, hogy ez már egy 94 betegségre kiszűri a magzati DLS-ból a kromoszoma rendellenességeket, illetve a 2016-ban bevezetett trisomi teszt pedig már további három betegségre tud szűrést, ez ilyen a Down-szindróma, az Edwards-szindróma és a Patauli betegség szindróma. Klinikánkon molekuláris génprofilozás is működik, illetve diagnosztikai vizsgálatok is működnek. A diagnosztikai vizsgálatokat elsősorban a méglepény vizsgálat és magzatvíz vizsgálatokra terjednek, illetve szakmai tanácsadással is foglalkozunk. A génprofilozásról annyit, hogy ugye az egyes gének vizsgálatától egészen a teljes panelekig vizsgálnak, illetve a célzott terápiák tumorprofilozásán kívül örökletes rákos megbetegedések vizsgálatát is el tudják végezni. A centrumnak a magyar magzati diagnosztikai szűrés vezető szereplővé vált. Ez azt mutatja, hogy gyakorlatilag havi szinten egyre több tesztet végzünk. Viszont egy probléma van, hogy a NIFTI teszt gyakorlatilag a BGI-ja vagyunk leszerződve, ami Kínában történik a DNS-nek a szekvenálása. Azt még megemlíteném, hogy Magyarországon az egyetlen olyan intézmény vagyunk, akik preimplantációs genetikai vizsgálatokat is tudunk végezni. Ez azt jelenti, hogy amikor a mesterséges megtermékenyítésnél
a terhes, mielőtt a preembriók vizsgálata is megtörténik, mint kromoszoma rendellenességekre, mint pedig monogénes állapotoknak a vizsgálatára, mielőtt beültetésre kerülnek. Ezt csak a közistenhegyi géndiagnosztikán tudják elvégezni. Egy pár szó az MIPT tesztekről. A terhesnőknél az anyai vérben rengő magzati DMS vizsgálatát végzik, ugye, mint említettem, ami ugye a magzat egészségi állapotából ad fontos információt. Itt a gyors fejlődést az mutatja, hogy 97-ben még csak a DNS, a magzati DNS-t fedezték fel az anyai vérben, 2008-ban már a kromoszóma rendellenességet is tudták azonosítani, 2011-ben pedig már ők 7 NIPT tesztekült a nemzetközi piacokra. A teszt alapelve, hogy az anyai vérben kerülő szabad magzati DNS szakaszokat elemzik, tulajdonképpen a magzati bázis sorrendet a kromoszómák megfelelő felépítésétől tudják meghatározni. A NIPT teszteknél pedig már egy teljes genomszekvenálás tud történni, egy teljes géntérképet kapunk tulajdonképpen a magzatról. A probléma, amit említettem, hogy ezek a tesztek jelenleg Hongkongban, Kínában kerülnek kiküldésre, és itt tudják szekvenálni. Viszont a célunk az, hogy folytonosságot tudunk biztosítani a GDPR további szigorítása miatt, mivel ezekre jelenleg is biztonsági kódolással tudnak kiküldésre kerülni. Ezáltal a mintafeldolgozási idő jelentősen rendelődne a kiküldési idő kihagyása mellett, ami ugye a terhesnőknél ez az információ gyakorlatilag kulcsfontosságúvá válik. A hazai kutatás és alkalmazott diagnosztikai kapacitást szeretnénk támogatni, illetve a szekvenálási technológia rákutatási célokra való felhasználását is szeretnénk kihasználni. Megoldásként azt találtuk, hogy a pályázat segítségével az anyacégünk is terhét telephelyén molekuláris laboratóriumot hozunk létre, amelynek fő célja a non-invazív prenatális teszteknek a kimunkálása, illetve az onkológiai tesztek kimunkálása is egyben. A szekvenálás elindításával a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatási tanácsadást nyújtana a megkezdését megvalósítani, illetve a rákdiagnosztika kapcsán pedig az onkológiai tesztek a mutáció kimutatása során lehetővé válik a célzott rákterápiák kimunkálása. Szintén célul tűztük ki egy teljesen új technológia megvalósítását, amelynek az a lényege, hogy a műtétek után a páciensek vérét időnként megvizsgáljuk, ezáltal időben előre tudjuk jelezni a tumor esetleges kialakulását, illetve az új technológia megvalósításával hazánkban egy rendkívül innovatív és nagy hozzáadott értéket képviselő technológiát szeretnénk telepíteni kis telekre a pályázat keretében, és bizonyos esetekben Európában elsőként. A csarnokunkról annyit, hogy az iparban megtalálható, már a laborhelyiség kialakítása megtörtént. A pályázat keretein belül ugye beadott eszközök beszerzése, mint például a netcheck szekvenáló, az automatizáló és folyadékkezelő robot a szekvenáló technológiákhoz. Nagy kapacitású üthető centrifuga, PCR és egy QI-rock 24 plusz vákumrendszer pumpával ez került beadásra. Egyéb projektteremek is szükségesek a labor ilyen megfelelő működéséhez, ilyen az automatizált elektrofejézis rendszer, irodai eszközök, notebook, nyomtató, napkollektoros rendszer felújítása, nyelvi képzés is, hiszen Európában szeretnénk vezető szerepet vállalni ezen a labor kialakításával, illetve a stratégiai és üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadást is szeretnénk nyújtani. Még egyszer, Táboros András vagyok, a BTI ügyvezetője tulajdonos vagy.
és technológiai korszerűsítés eredményező beruházások megvalósítása a Bétai Kft-nél. A cég 2004-ben alakult kisvállalkozás, fő tevékenységű lakó és nem lakóépületek, egyéb tevékenység építési területek előkészítése, saját tulajdonú telepjeinkban Kis-Telekén Sándorfalván, 2021-ben 1 milliárd forintot meghaladó árbevételünk volt, 13 fő magasan képzett munkavállalónk. A projekt költségelemei, infrastruktúrális és ingatlan beruházás, ez a meglévő irodánk és csarnokunknak a hőszigetelése, modernizációja, új eszközök beszerzése, tanácsadás, képzések megvalósítása, amit már jövő szinteken el is kezdünk, nyelviskola segítségével, és megújuló energiaforrásokat biztosító technológiák, ugye napelem és hős vagy a üzemeltetéshez. Megvalósítása jelzi Sándorfalva, Nyőd utca 24-26. Hát itt látszik, fejlesztés előtt egy kicsit káoszos területtel rendelkeztünk. Most hozzákezdtünk már a térbetonozásokhoz, telepek kialakításhoz, aminek jó része már el is készült. Továbbá gépeket veszünk ahhoz, hogy a cégünk munkavégzése komplexebb legyen. Ez egy 15 tonnás forgókotrógép, ami megkönnyíti a földmunkákat, alapozást, ugye ezáltal most már nem kellett arra a vállalkozókat, meg kell gyorsítja az életünket, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. Ez egy farzsalózat, egy mevatikusú farzsalózat, ami cégünknek jelentős bevételt hoz azáltal, hogy szinte ezzel foglalkozunk, ugye mondani folytató szerkezetek építésével. Ezekkel úszómedencéktől kezdve a ipari csarnokokig, a Kis-Telekén szennyvíztelepig ezeket a munkákat tudjuk elvégezni. Egy ilyen gyűjtőgalan seprőadapter, ez egy meglévő gépünkhöz vettük az építkezési terület, meg a körülölelő infrastruktúrának a tisztántartáshoz, utcák, bekötő utak, ahol ugye a gépeinket mozgunk. Ez egy forgó város teleszkópus rakodó, ami ugye megkönnyíti a zsorvaidaink mozgatását. Nagyon szépen köszönjük a szép képeket. Ezáltal az emberi erőre kissé kevésbé vagyunk támaszkodva, ami a mai helyzetben ugye igen jelentős előrelépést jelent nekünk. Egy CB43-ben építő darú, ennek a magassága 28 méter, a gémhosszúsága az 40 méter, és ott még 1,2 tonnát tudunk a végén. Jelenleg is rendelkezünk ilyen darukkal, egy kicsit kisebb méretűekben. Gondoltuk, hogy itt az ideje egy komolyabb előrelépésnek. Tovább a projektelemek a szoftver ellenőrzés, a tanácsadás, és a mint ráébetom a megújuló energia. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet! A fogaskerékgyártógépünk egy-egy kiszolgáló berendezések
Az egész üzem az hidrolóval van ellátva, egy két tonnás hidrolóval, Barbország anyagmozgató, nem ritka gyárgyalapanyagunk, akár két-három pont is lehet, ugye nagyon nagy szükségünk van feldolgozás előtt, hogy az anyagmozgatáshoz. Ez a kis tölöki, telepeljünk lesz, most 300 négyzetméteres csarnok, ezt egy 2021-ben sikerült belaknunk, ott kezdtük a tevékenységünket, ide már 4 CNC gépet telepítettünk be, a telepe a saját tulajdonú, itt is vannak egyéb kiszolgáló berendezések, ugyanúgy a nagy anyagmozgatások véget. Ez egy elég korszerű üzem, klimatizált műgyantázott, és most ugye a pályázat keretein belül meg fog valósulni a napenergia, amivel az energia, éves energiaigényünk 90%-át sikerül majd lefedni. A projekt költségei elemei belül a technológiai fejlesztés eredménye az új eszköz beszerzésével, vagy mellette még lesznek ugye a tanácsadások, illetve képzés megvalósítása, ami ugye a kollégáknál nagyon fontos, mert napi szinten a problémákat kell megoldanunk, ugye mert egyedi és kiszérgyás alkatrészek gyártása az elég sűrűn előfordul, hogy napi szinten újabb és újabb technológiai megoldásokkal kell szembenéznünk, amihez nagyon nagy szükségünk van a probléma megoldása. Ez a gép, amit beszereztünk, ez egy nagy fontosság ultraprecíziós CNC palást és tudatköszörű. Ennek az a nagyon nagy előnye, hogy a munkadarabot nem kell kivenni a gépből, hanem egy állától meg munkáljuk a külső átmenetet, ez a végbemunkálások. Itt már bőkezelt adagokról beszélünk. Közel az üvegkeménységű alkatrészekig. Egy állásról megmunkáljuk a külső átmérőjét, a belső átmérőjét, a homlokát, majd az automatikusan meg is méri a gépnek a méretét, az alkatrésznek a végső méretét, esetleges helyzetekben akár korrekciózik is, illetve a milliméterezre pontosságával tudunk vele dolgozni az adott körülményekhez. Tehát a jó adott körülmények állnak a rendelkezésünkre, egy egyedileg kifejlesztett gépágyon van a géptest, aminek az az előnye, hogy a hőingadozásnak és a rezgéseknek nagyon jól ellenáll, ezáltal nagyon mérettartóan tudunk vele ugye dolgozni, nagyon nagy teljesítményes sebességgel. A napelemet ugye azt már mondtam, megújuló energiaként egy 50 kW-os napelemrendszer került telepítésre, ami egy-két héten belül most már bízunk benne, hogy rá is tudjuk csatlakozni vele a hálózatra, és akkor teljes erővel napenergiával látjuk el majd tudom az egész napi szintű működését. Köszönöm a figyelmet! Ehhez külön
nagy teljesítményű gépek szükségesek, és valójában a hulladékból, az építési bontás közben keletkezett hulladékokból újra alapanyagot tudunk csinálni, amit az útépítésben ideiglenes utak, felvonulási utaknál felhasználható, és beépíthető. Ugye gépeink több mint 20 darab nagy teljesítményű gépünk van, 12 darab négytengelyes teherautón megy el, ugyanúgy megközelíthető bányai területen, mint ahol az országúton tudunk közlekedni. És a nagy nehéz gépeinket pedig saját gépszállítókkal tudjuk szállítani. A pályázat keretében megvalósításra kerül nálunk három darab eszköz. Az egyik egy új daráló, ami egy 50 tonnás lánctalpas mobil daráló. Ezt látják most a képen, ahol végül is nagyobb darabokat is össze tudunk törni kis apró szemcsékre, és ezek visszaépíthetők az építőiparban bizonyos laborálás és környezetvédelmi vizsgálatok után. A másik eszközünk az elsőhöz kapcsolódik, ez egy rosta, ahol különböző frakciójú termékeket tudunk előállítani abból, amit előtte összetörtünk, így több szegmensben is tudjuk értékesíteni a termékeinket. A harmadik gép az nem teljesen a bontáshoz kapcsolódik, mivel építéssel is foglalkozunk, így az útépítéseknél mindig egy sarkalatos probléma volt az, hogy honnan szerzünk betont, illetve fuvarozás, forgalom függvénye. Ezért vásároltunk egy olyan mixert, mobil mixert, ami a helyszínen meg tudja keverni a betont, itt saját magunkat sokkal gyorsabban, hatékonyabban ki tudjuk szolgálni, és ezáltal a munkavégzés is gördülékenyebben tud megvalósulni. Megújuló energiát mi is beletettünk a megvalósításba, illetve a képzésekre is gondoltunk, mint a munkatársainkat, pedig a vezetőséget képezzük különböző marketing tanácsadásokkal. Köszönöm szépen, hogy szerettem volna. Komacsú HB365 lánctalpas forgókotró,
aminek előnye, hogy hibrid rendszerű, és ezáltal jelentős üzemanyag megtakarítás érhető el, valamint nem csak az a költséghatékony, hanem környezetkímélő is. Eszközeink, a beszerzésre kerülő eszközök többsége komacsú géptípus, azért esett a választásunk erre az évre, mert ezek úgynevezett kontraktrendszerrel vannak felszerelve. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a munkavégzések egy időben külső távoli számítógépen megjeleníthetőek az adatok, ezáltal segítve a gyors és pontos irodai munkavégzést, valamint a napra kész nyilvántartást. Beszerzésre kerül még egy komacsú PV160-as forgókotró, aminek előnye, hogy gumikerekes, ezáltal közúton is közlekedhet, és az egymáshoz közelebb eső munkaterületek, így gépszállító trélerügyi bevétel nélkül is megközelíthetőek, valamint az olyan munkaterületeken, ahol megmaradó, illetve megvédendő útszakasz van, ott is biztonságosan tud közlekedni. A következő gép egy komacsú PC-88-as lánctalkas mitikontrolgép. Ez kompakt méretének köszönhetően a kisebb szűkebb helyeken is kiválóan el tudja végezni bontási, illetve alapásási tevékenységét. Az utolsó komacsú gépük egy SK820-as kompakt rakodógép. Ez a gép a csatornásási, illetve az útépítésnél az állított és tükörkészítési munkálatokban nagy segítséget. Komacsú gépeken belül beszerzésre kerül egy Husqvarna HPR-305 típusú bontórobot, ami bár méretét tekintve kicsi, de egy nagy teljesítményű gép, kiválóan alkalmas épületen belüli speciális bontásokra, valamint mivel hogy egy külső bluetooth-os távvezérlővel történik az irányítása, ezért a veszélyes munkaterületek is biztonságosan megközelíthetőek. Az építési területeken sokszor van igény áramforrás igénybevételére, például az előbb említett 20 a pontorobot is ezzel működik, ezért a pályázatba került még egy nagy teljesítményű modern áramfelejtő berendezés. Ennek előnye, hogy utánpótóra szerelhető kivitel, így akár személygépkocsival is a munkaterületre vihető. Másik előnye, hogy nem igényel karbantartást, mivel a digitális vezérlőpanel segítségével a gép a technikai paramétereket folyamatosan ellenőrzi, és hogyha azok a megengedett értéket meghaladják, akkor a motor automatikusan megáll, ezzel van megvédve a károsodástól. Cégünk nagy hangsúlyt vetett a környezetvédelemre, ezért került a pályázatban egy vákumcsövetes kollektor, aminek segítségével telephelyünkön az elhasznált energia egy része megújuló energiaforrásból biztosítható. A munkavállalóink részt veszek egy együttműködési technikák képzésen, aminek segítségével hatékonyabban tudják majd a csoportos munkavégzést elvégezni, illetve a vezetőink egy marketing, stratégiai és üzleti tanácsadáson, amivel hatékonyabban és optimálisan tudják majd a beszerzett gépeket üzemeltetni. Bízunk abban, hogy a támogatás segítségével a térségben új munkahelyeket tudunk majd teremteni, illetve a területeket, a bontás és mélyépítési igényeket teljes körülön el tudjuk látni. Köszönöm figyelmüket! Saját tulajdonú irodákban Sándorfalván, saját tulajdonú felepeljük Dóton, 2027-2020-as megkapta az árbevételi, 38 fő magasan képzett munkavállalóval. A
projekt szépoktást előtt őt és úgy eszköz beszerzés tanácsadása képzési ígyvelételett a kollektor telepítésével. A projekt teljes költsége 178 millió forint, 178.935 millió forint. Megvalós a helyszín Dóz kisfelső tanya, 78.013-as helyre számítelepen. Teljesen tevékenység 46.12-ésről előkészítése. Fő paraméterei, üzemi tömegberendezés után súlyú 850 kilós JCB kotót nyertünk, kettő darabot. Jelen pillanatban négy van a cégnél. Egy megbízható gépnek tartjuk. Több tizenegy év óta a cégekben különböző, mint itt elvédik az üzemoletekből, lecserélgetik őket. Főtelő, nagy tömegű földmunkát használjuk a főtevékenységet egyébként a cégnek. Közműépítés, vízgáz, csatorna, csapadék vízépítés. A gépek nagyon sok mindenben tudjuk használni, illetve értendő a alapásástól kezdve a csatornaépítés, a nagy tömegű földmunka, mobil eszköz. Nyertünk még a cég egy L407-es gyára betonmixert, ezt azért van szükség a cégnek. Nagyon sokszor dolgozunk külterületeken, ahol egy kicsit nyűgös a bejutása a mixernek vagy a betonnak, és ott helyszínen tudjuk keverni elég nagy mennyiséget, mint ahogy láttuk a tartályban, 3,5 kilométert nem tudtuk egyszer megkerek. Olyan rakó dolgok, és akkor a másik az, hogy lehet, hogy a magát minősíteni, és még bizonyosan kérnek gyakorlatilag minden munkához feladatot ezt a pillanában tudjuk készíteni. Egy dolog bőleg először után 800-i finissel tettünk még a pályázat bele. Ez azért volt szükség, nagyon sok olyan munkánk van, főleg csatorna és vízépítésnél, ahol hozzákapcsolódott az útépítés is, és ezt mindig batyáztuk alvállalkozók, hogy vagy erről le kellett mondanunk, és nem tudtunk, el kellett mondanunk ezt a feladatot. És így erre pályáztunk egy bőleg finisselre. Ez mellett ebbe a gépbe tudunk kerékpárutat aszfaltozni, járdát aszfaltozni, kisebb gazdasági utakat, mert 3,5 kilométer gyakorlatilag a szélesség, amit egyszerre tud húzni, az 1,40, akkor úgy mondom, inkább 1,40-től 3,5 méteri szélességbe tudja teríteni az aszfaltot. Ebben kapcsolódott egy darab hám 8V kisenger, ami a aszfalt bedolgozását, tömörítését volt szükség. Ez pedig egy napkollektor, ez a toci telepeink között épült önerőből egy javítóműhely, és annak a fűtés és meleg víz ellátására fogjuk használni. Majd szépen köszönöm, hogy meghallgattam. Tehát gyakorlatilag se vállalbejelentéseket gyártunk.
képességén tekintve de minden berendezésünket 2, illetve 3D-ban tervezzük saját tervezőgárdával. A képen is látszik egy megvalósult a bal oldalon, egy kisebb tartály, illetve készülék, aminek a jobb oldalán látható a látványterve. A dokumentáció nagyon fontos, hogy OCDR részére nagyon szertágos, és nagyon mély dokumentációs vállalásainkat tervezés, illetve amennyiben szükséges, akkor valamilyen fajta PLC programozással is ellátjuk a berendezéseinket. Gyártás tekintetében van egy hegesztőüzem, forgácsőüzem, CNC üzem és egy felületkező üzem. A hegesztőüzemben gyakorlatilag a mai elérhető hegesztési technológiát mindegyikét alkalmazzuk. Van egy hengerítő berendezésünk is. Forgácsőüzemben hagyományos eszegek vannak, illetve marógépeink. A CNC üzemben egy néhány évvel ezelőtt elnyert pályázat keretében plazmavágót, élhajlítót és lemezolvot szereztünk be. A felületkező üzemben pedig homokszórással a felületet tisztítjuk, illetve a saváló fémeknek a felületét savazzuk, passzioláljuk. Ehhez a tevékenységhez nagyon szigorú és nagyon-nagyon sok certifikáció, illetve mindenféle engedély szükséges hozzá. Két alapvető, ez a ISO 9001 és a 14000, ami elvárás, illetve a nyomástartó edényekre vonatkozó tanúsítványokhoz szükséges különböző hegesztési gyártási jelentési rendszer, ezeknek a vizsgálata, a roncsolásmentes vizsgálati módszereknek a letanúsítása, és illetve természetesen a hegesztő minősítések, hegesztési szabványoknak a megléte. Termékeinket pedig két fő részre lehetne bontani. A folyadékok, illetve a por, tehát a szilárd halmozállapotú gyógyszeripari termékeknek a feldolgozása, kezelése. Itt néhány készüléket fölírtunk, de ennél jóval több igazából az elkészített, vagy a gyártott termékén. Igazából van még mat nézve, hogy az elmúlt 50 évben 6000 termékünk volt, amit egyedileg terveztünk és gyártottunk. Majdnem nem ismétlődnek ezek, tehát mindegyik szinte egyedi. Mindegyiket újra kell tervezni és legyártani, tehát nagyon sokféle. Néhány szó, tehát fermentorokat, autoklávokat, különböző tárolótartályok, a kevés készülékek azok nagyon szertányozott, nagyon sokféle műszaki tartalomban készülnek el. A por, illetve szilárd halmozállapotú készülékeink közül darálók, szállítók, homogenizálók, de számos más egyéb technológiai kihívások is megfelelnek. Igen, szerintem természetesen PLC-vel, valamilyen vezérléssel ellátott készülékekről van szó. Referenciáink közül néhányat beírtunk, igazából az összes hazai gyógyszergyár partnerünk már hosszú évtizedek óta, de nem csak a gyógyszergyárak, hanem látszik itt például a Cvakot, az Univert, ezek ilyen élelmiszeripari, illetve alkoholtermékét gyártó cég, vagy például a Borsodkem MOL, aki más jellegű, de hasonlóképpen saváló berendezőket igénylő vállalkozások, cégek, és egyre több most már a külföldi, akár tengeren túlra is számított berendezéseink száma is. A pályázat keretében két fő csapásvonal van az elnyert pályázatban, egyrészt egy ingatlan, bővítés, ingatlan korszerűsítés. Itt látszik egy megvalósult a lakatos üzemben, bővítjük egy iroda bővítése bal oldalt, lenti képen, illetve egy úgynevezett magas csarnokot és vészakont hozni egy bővítése. Ez azért fontos, mert a tartályoknak a korlátja igazából a térfogatból adódóan, hogyha fektetett tartályokat gyártunk, akkor azt nem lehet magas épületbe gyártani, ezért volt szükség egy magas csarnokra. Látszik, hogy 8 méter magas, 8 méter széles, de bocsánat, 8 méter széles, 8 méter magas és 12 méter magas a csarnok. Ez egy híddalúval ellátott csarnok lesz, amiben föl tudjuk állítani a nagyobb méretű tartályunkat is. Illetve az ingatlan korszerűsítésnél több épület van a telepeinkön, ez egy másik épület, ennek nem látszik a szerep alatt, de igazából itt a nyílászárokat cseréljük be, új tetőszerkezetet kap, illetve a betonozást, tehát az alapkonstrukciót fogjuk felújítani. Ez a ingatlan korszerűsítés része.
Itt láthatóak az eszközbeszerzésben szereplő berendezők, amiket vásárolunk. Lesz egy 3D-s nyomtató, ez már meg is érkezett. Ez a tervező kollégáknak egy prototípus fejlesztéséhez gondoltuk, hogy nagyon hasznos lehet. Hegesztőgépeket fogunk vásárolni, többet is hagyományos hegesztőgépeket. Vásárolunk egy lézerhegesztőgépet is, ami egyre jobban elterjed ebbe az iparágban, a hőbevitel és a deformáció elkerülése véget, ez egy nagyon-nagyon jó dolog lehet. Most kezdünk ezzel a lézergéppel kísérletezni, majd meglátjuk, mennyire fog beválni. Ponthegesztőgépe a vékony lemezeknek a hegesztésére szolgál, ilyen belülünk is van, csak ez egy újabb. Illetve vásárolunk egy nagy hengerítőt és egy háromhengeres hengerítőt, a tartalékok a palástját hengerítjük ezekkel. Elég nagy vastagságban, 8 mm-es vastagságban leszünk képesek a savával a célt meghengeríteni. A fejpajzsokkal pedig a hegesztőknek a zárt téren belül, tehát a tartálytérben belül élő hegesztéseknél nagy szolgálatot teszünk, hogy friss levegővel látjuk el a kollégákat. Az új csarnokban lesz ez a hídaró, ez az ötformás hídaró. Ezt egy néhány mondat ezelőtt már elkezdtem mondani, itt a nagy tartályoknak a felállítására fogja szolgálni. És egyik projektelemeket is tartalmaz a pályázat, nekünk is lesz nyelvi képzés, lesz ilyen személyiség és készségfejlesztő programot, ezek mind online. Üzleti felelő szolgáltatást fogunk igénybe venni, ez az üzleti kommunikációnkat, a belső informatikai rendszerünket fogja hatékonyabbá tenni. Illetve nálunk is lesz egy napenergiás rendszer az egyik csapatunk tetején. És én mindjárt adja. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit, Fajnal László vagyok, a Hálóton Kft. Projektvezetője. A technológiai korszerűsítés megvalósulása fog történni a Hálóton Kft.-nél, a Ginopus program keretében. A cég 11 év alakult, Kiskörösön, 13 fő létszámmal dolgozó. Fő tevékenységünk az építőipari generál kivitelezés és a fémmegmunkálás. Az építőipari munkavégzés az rendelkezünk már megfelelő eszközökkel, erőgépekkel, közönrendszerrel, homlokzati támlányrendszerrel. Jelen projekt keretében a fémmegmunkálás területét szeretnék fejleszteni. A fémipari munkavégzést 4 éve kezdtük, ez már ezzel építettünk egy 750 négyzetméteres csarnokot. Ez két fő részből áll, a kisebbik részben CNC megmunkáló központunk van, ez terve a reggel vérhajlítógép. A másik részében pedig szerkezett lakatos munkákat végzünk, ahol hegesztőgépeink, műhelyasztal, pályadaru is van a csarnokban. És a jelen projektben a meglévő 750 négyzetméteres csarnok mellé egy 1000 négyzetméteres csarnokot tervezünk építeni, ahol a fémmegmunkálási tevékenységünket fogjuk fejleszteni, és az alapanyag és a késztermék tárolás is megoldható, mert manapság az alapanyag időbeni beszerzése is nagyon fontos, és annak a megfelelő tárolása, valamint a késztermékeknek és a megrendelőknek az elszállítási történt elhagyását is fontosnak tartja, hogy ez megfelelő helyen legyen. A fémmegmunkáláson belül most a rozsdamentes acélra fogunk dolgozni, ahol tartálygyártás lenne a fő
cél. Ez egy HMS típusú léthengeres lemezhengerítőt el tudjuk vásárolni. A kúphengerítést is tudunk végezni, és lemezhengerítést egyéb a saválon kívül, egyéb lemezhengerítésre is alkalmas. A másik gép egy IMET szalagos fűrészgép, amivel a különböző izomacélokat, nagyobb keresztmetszetű acélokat is félautomata módban tudunk feldolgozni. A harmadik gép egy ATS típusú hidraulikus célvázas présgép, amivel kiegészítő alkatrészekkel élhajítást is tudunk végezni. Következő egy lemezpikkelyezőgép, amivel a nyomad és saváló acél lemezeknek a felületét tudjuk tetszetősebbé tenni, ami inkább a tartályok gyártásánál szükséges. Megújuló energia nagyon fontos az energia felhasználásunkban, hogy csökkentsük a költségeinket, ezért a csarnokra egy 50 kW-os napelemrendszert fogunk telepíteni. Emellett információs és kommunikációs képzést veszünk igénybe, marketing tanácsadást és márképítést, stratégiai és üzleti tervezés tanácsadást is igénybe veszünk, hogy hatékonyan tudjunk megfelelő segítséget tudjuk fejlődni tovább. Köszönöm a figyelmet! Az autó irányít. A negyedik szint az már a teljes önvezetés, azonban itt még
tesztüzemben, tesztkörnyezetben történik meg az önvezetés, tehát elzárt területen, és az ötödik szint, ami talán a képen is látható, amikor már közúti forgalomban történik meg az önvezetés, és itt lényegében a sofőr az már csak egy járulékos elem. A projektünk az egy komplex technológiai fejlesztésre épül, ingatlan bővítéssel, eszközbeszerzéssel, információ technológiai fejlesztéssel, tanácsadással, képzéssel és megújuló energiával. A térkép is mutatja, hogy Kistelek egyik negyedében helyezkedünk el, a lényegében az ipari parkban. Az ingatlan bővítésünk fontosságát mutatja az, hogy jelenleg is már 4400-an 3 csarnokban tevékenykedünk. A legkisebb csarnokunkban egy 3D nyomtató teret alakítottunk ki, ahol a projekt keretében már beszerzésre került az egyik projektelem egy 3D nyomtató, így 3 nagy teljesítményű, nagy tudású nyomtatóval rendelkezünk. Rendelkezünk még egy karosszéri alakatos műhely, az kb. 200 négyzetméteres üzem, ahol minden az ehhez a tevékenységhez szükséges eszközzel rendelkezünk, táblásremezoló, élhajlító, emelőcsöcök, hegesztők, stb. Az autószerelő műhelyünk az pedig jelentően egy nettó 280 négyzetméteres, 3 beállásos műhely irodával, szociális helységekkel. Itt folyik a tényleges gépjármű javítási tevékenység, valamint az oktatói munka. És ezt szeretnénk jelen pályázat keretében egy durván 260 négyzetméterrel kibővíteni, ahol lényegében az önvezető autók diagnosztikájához kapcsolódó eszközök kerülnének elhelyezésre. A projekt keretében a gépeket, a beszerzésre kerülő gépeket 3 nagy kategóriába sorolhatjuk. Az első kategóriába soroljuk azokat, amelyek kifejezetten az önvezetéshez kapcsolódnak. Lényegében jól belegondolunk, talán az elmúlt 15 évben már nem gyártottak olyan autót, amelyben nincsen meg az önvezetés bármely funkciója, akár egy tolatókamera, vagy egy bármilyen, lényegében mindenki belegondol saját autója, már rendelkezik ilyen jellegű funkciókkal. Egészen addig, amíg nem történik az autóval bármilyen kisebb koccanás, nagyobb baleset, vagy bármilyennál fogva nem kell megmondani a karosszéri elemet, addig nincsen semmi gond, ezek a szenzorok tökéletesen működnek. Viszont ha bármilyen külső behatás történik, a szenzorok elállítódhatnak, ezeknek tesztelés, kalibrálása szükségszerű, erre szolgál a hardware egyik ilyen komplex eszköze. Szintén az önvezetéshez kapcsolódik egy érintésmentes futóműrendszer diagnosztikai eszköz, amely lényegében annyiból áll, hogy behajtunk az autóval, ráállunk az eszközre, 12 kamerával, 32 lézerrel felméri a gépjárműünk futóművének állapotát, és hogyha szükséges, akkor utána későbbiekben a futómű beállítón tudjuk korrigálni az eltéréseket. Még szintén az önvezetéshez kapcsolódóan két kisebb eszköz is beszerzésre kerül, egy gumiszerelő, illetve egy centírozó készülék. Ilyen eszközökkel jelenleg is rendelkezünk, talán annyi, hogy nem teljesen automatizált az eszközök működése. Ezek már teljesen automatizált berendezések, ezzel még hatékonyabbá tudjuk tenni a munkát. És talán a tanulók számára is meg tudjuk mutatni, hogy igenis van jövő. Az eszközök második nagy blokja, ez egy kicsit másabb terület, ez az első körben itt a dízel járművekre fókuszáltunk, valamint mezőgazdasági járművekre is már az újabb dízelüzemű targoncákban is megtalálható a részecske szűrő. Szerintem nem állunk ezzel a titkot, hogy ugye a városi közegben a részecske szűrő sokkal hamarabb eltöbbítőnek, mint mondjuk egy hosszabb távú útjúrók során. És ezeknek a szűrőknek a cseréje ugye több százezres költséget jelent a gépjármű tulajdonosok számára. Mi ezzel az eszközzel megpróbáljuk ezek élettartamát növelni, és így kicsit spórolni az autó tulajdonosoknak. A részecske szűrőt tudjuk vizsgálni, tesztelni, tisztítani, és a végén, hogyha szükséges, akkor még kalibrálni is. Az eszközbeszerzés harmadik nagy eleme, ez az eszközünk, ez már jelenleg is itt van nálunk, mert már használjuk is, ez egy 3D nyomtató. Mondhatom azt, hogy ez csúcs kategória. A jelentőség abban rejlik, hogy a vezérlő egységhez összesen 24 darab különböző nyomtató egység csatlakoztatott, hogy a kb. 2-3-at látunk, mi 2-vel rendelkezünk. Tehát mi ezt ha akarjuk, akkor később fel tudjuk bővíteni ezt akár 24-ig is. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy mindegyik nyomtató egységbe különböző alapanyagokat és különböző nyomtatni valókat tudunk betáplálni. Jelenleg 3 alapanyag
tetsző, merev, lángáló, hőálló alapanyagokkal is dolgozni. És ami még nagyon jó, pont ebből a széles spektrumból fakadóan már nem csak prototípusokat tudunk nyomtatni, hanem akár végtermékeket is. A legutolsó megrendelésünk az egy veterán motornak a kilométer óra számlapját kellett 3D szkennerrel beszkennelnünk, digitalizálnunk és utána kinyomtatnunk, ez azóta már beépítésre is került. És ami még nagyon jó, hogy eddig csak a sima fehér színnel tudtunk nyomtatni, itt lényegében a szürke-fekete, tehát a teljes színpalettban lefedhető. Ez egy nagyon profi készülék, és egy-két órán belül már tudjuk prezentálni a készterméket, míg a másik két nyomtatónk, ami gyantás rendszerben működik, ott azért az utókezeléssel mindennel együtt azért az egy durván fél napot igénybe vesz. Szintén a többiekhez hasonlóan mi is teljes komplex fejlesztést tervezünk megvalósítani. Irodatechnikai eszközöket fogunk vásárolni, sőt egy részük már meg is van, nagy teljesítményű nyomtatók, laptopok. Angol nyelvi szakmai képzés, itt elsősorban a beszerzésre kerülő eszközökhöz, valamint az autószerelők munkáját próbáljuk meg segíteni azzal, hogy az gyári programjaiban könnyebb legyen a keresés szakmai nyelvi képzés keretén belül. Az automatizáshoz kapcsolódó tanácsadás pedig az önvezető gépjárművek diagnosztikájához csatlakozva tudja majd segíteni a kollégák munkáját, és a fejlesztendő épület tetejére vákuumcsöves lampkollektor tervezünk elhelyezni a meleg víz előállítására. Amikor összeraktuk a projektünket, úgy próbáltuk meg, hogy a jövő technológiáját hozzuk el mindenki is telekre, és minél magasabb hozzáadott értéket tudjunk ezzel teremteni. Ezáltal nem csak a cégünket, hanem Kistelek hírnevét is tudjuk öregíteni. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évek, 2010 óta vagyunk itt a Kistelek Ipari Parkban, talán első fecskeként települtünk be, mi csarnokunk hát a Nagy Préri közepén először. Én úgy gondolom, hogy ahova eljutottunk itt az elmúlt 12 évben, ez példaértékű, különösen úgy, hogy elég sok helyi lakosnak tudunk munkahelyet teremteni, és nem csak a pályázat kapcsán, hanem pontosan a másik tevékenység, a fő tevékenység kapcsán, a pályázat írással pedig rengeteg betelepülő változást tudtunk ide vonzani. Én bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz, és hogy minden olyan partnerünk, aki az ipari parkban működik, az hosszú távon is fog pályázni és fejlődni, és ezzel új munkahelyeket teremteni. Köszönjük szépen!